Nagyon sok szeretettel köszönöm mindenkit a 2016. évi október 23. ünnepségükön. Ez több szempontból is különleges. Próbálnék ezt a tényleg rendezésre is érzékeltetni. Tudni, hogy most éppen 60 éve történt 1956-ban, október 23-án az, amiről ma megemlékezünk majd egy műsorra. Mielőtt a műsorra sor kerülne, a Hálózati Dráma és Média Munkaközösség egyik munkatársa készített egy zenét, hangszerelte és hangkeverte, illetve a videóképet elkészítette hozzá. Ráhangolódásként ezt megtekinthetjük, és akkor utána veszi kezdetét a műsor. Diákok vonulnak, arcukon a holnap, rabság mégis, lelkükben szabadság, tankuk elé lépnek, szebb holnapot remélnek, gyermeketek halál. Vörösbe fordulnak, ifjak porba hullnak, Magyarország, van-e összetartás, kicsordult a vérünk, új napot vajon megélünk, gyermeketek halála, hát ne legyen hiába, bátrak mind. Arcukon bír, utcák kövén a fér, 56 a szabadságért, puskalövés, előre nincs menekvés, még csak gyerekek sorsuk eltemetve, 56 elkísér, utcák kövén a fér, szabadság. Testvériség Magyarország hősökért, őrizd meg emlékét a napnak, mikor annyi vér csordult egy szebb jövő. Thank you.
iskolások, és tetemben a kuréliskára, gyakran változnak valamit, hogy valami különlegesen miatt elmondani. Így végre egész nap csak egyik játszatának, az unalmas órát a fiúk kocsúszhatnának, a lányok beszélgethetnének, jól elmondani. A tanárok és a szabályok nélkül. Gondolják ők. A felnőttek és a kiszámíthatatlan világban néha teljes életének állnak. Van, hogy felborulnak életben, mert valami váratlan, különleges dolog. Mint 1956-ban, amelynek eseményei itt a színpadon megelevenedtek. A gyerekek azt hitték, hogy csak egy átlagos iskolai élet lesz, de a történelem átlagos a számításuk. Október 23-án egy késő őszi napon forradalomban van másnap a gyerekeknek még ugyanúgy iskolába kellett lenni, de valami, talán leginkább az emberek tekintete megváltozott. Egyelőre nem minden tűnt a nem értették egészen, hogy mi történt. Tanáraiktól, szüleiktől, és persze egymástól váltak. Tele volt a kérdésekkel. Mi történt tegnap a parlamentnél és a rádiónál? Mi fog ez után? Ki különnek ilyet? Sírásra. Lekülünk most vissza az időnek. Pontosan. Hallottam, hogy a megyek a parlamentnél? Nem.
és a Hildes óra, azt hiszem, történetes. Igen, Töri. Majd bejött neki a Sisztó, Sisztóros felget. Milyen? Hol van a felget? Megjöttem? Nem tudom, csak én nem láttam. Most a felget volt, hogy jó. Azt mondtam, hogy jöttem, most már nem hallgatok. Szóval valószínű. Osztály, vigyázz! Thank you.
munkások, köztük a nagybátyám és más emberek az egyetemisták előálltak, és elkezdtük követelni a változásokat. Például, hogy nagy sorban tudok tölve Rákosi, hanem nagy ingedő lesz az országot. Állítólag mindenki azt gondolja, hogy Rákos Dugnában nagy még a kormányban. A tömeg először a Fem szoborhoz gondolt, itt elmondták a nemzeti dalt. És tiszta forradalom kezdődött. Sztálin szobrát ledöntötték. Már csak a csizmány felejtette ott. De az utcákon vér folyik. Az oroszok egyelőre nem bűnnek. Mindenki az árvosokat üldözi, hogy börtönbe zárjuk őket. Nem, kisasszony. Az az ő múzeum. Nekünk jobbnak kell lenni már. Őszinte leszek. Édesanyám reggel vitte az iskolát. Kállán megtaláltam. Ő is megsérült a rádióban, a bátyával együtt. Ő nem a fegyveres ellenálló közé tartozta, hanem az események forgatóba vitte őket. Most mindenki világnézete szerint mondja rá egy kohász, vagy egyszerűen csak gondoljon az ember. Thank you.
gratulálok a szereplőknek. Tudom, hogy nagyon sokat készültek. De hát megyek az eredményeket. Szokták, ez a produkció nem jöhetett volna létre, hogy nincs a Zsanyi és Éva néni